Pákozdi csatától mondjuk, hogy megkezdődött a szabadságharc, ami 48. szeptember végén volt. De a Habsburgoknak itt lendélen, már júniusban sikerült összeugrasztani a szerb és a magyar felet. Ennek eredményeképpen sajnos, mondom, ez egy kimondott Habsburg biztatás volt, június, júliusban, augusztusban itt rendkívül véres harcokra került sor. Érdekes dolog az, hogy nem a helyi szerbekről beszélünk, hanem az akkor még török megszállás alatt lévő Szerbiából jöttek át az úgynevezett szervániuszok, és ők követtek el nem harcoló felekhez, tehát nem katonahoz méltó tetteket. Szent Tamás az egyik ilyen szomorú hely, amit aztán a magyar csapatok áprilisi bevételekor tulajdonképpen áttörlődik a föld színéről. A másik ilyen két borzalmas elme, kettő ilyen van, ez az egyik Zenta, a másik pedig Bácsföldvár.